Jövőben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok vagytok, boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amiattam gyaláznak titeket és üldöznek, a hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti utalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Kedves testvérek, nem ritka helyzet, hogy az evangéliumban a nyolc boldogságot olvassuk, halljuk. Minden szentek halottak napján, gyászmisében és a évközben több alkalommal is előadódik ez az evangélium. Joggal fölvetődhet a kérdés, hogy mi újat lehet erről az evangéliumról mondani, amit ilyen gyakran hallunk. Nem is biztos, hogy újat szeretnék mondani. Régen rossz, hogyha olyan gyökeresen újat tudnék mondani, amit a világtörténelemben soha semmikor senki nem mondott. Az nem biztos, hogy őszinte és igaz tanítás lenne, könnyen lehet, hogy valami eretnekséget tartalmazna. Nem célom tehát újat mondani, inkább csak régi megszokott igazságokat új köntösben, talán hangsúly eltolódásokat, talán más szempontokat kiemelni az örök igazságokból, hiszem annyira gazdag ez a nyolc boldogság tanítása, hogy megéri időről időre elővenni. Az első és legfontosabb kijelentés, hogy ez a nyolc boldogság, ez nem nyolc boldogság. Ugyan Jézus hegyi beszédben ennyit mond, de elszóltan a Bibliában még több boldog mondás található. Ezeknek a boldog mondásoknak van egy közös nevezője. Tegyük szívünkre a kezünket, ha meggondoljuk és elolvassuk ezeket a boldog mondásokat, akkor megdöbbenünk, hogy mi ennek épp az ellenkezőjét gondoljuk boldogságnak. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mi azt gondoljuk, azok a boldogok, akik önfeledten kacagnak. Mi azt gondoljuk, azok a boldogok, akik gondtalanul szórakoznak. Mi azt gondoljuk, azok a boldogok, akiknek mindenük megvan. Ezzel szemben Jézus azt mondja, boldognak, aki lélekben szegény. Mi azt gondoljuk boldognak, aki mindent megtehet, aki mindenkin átgázol, aki erőszakos, magához ragad pénzparipát, hatalmat, fegyvert. Ezzel szemben Jézus a szelideket deklarálja boldognak. Mi azt gondoljuk boldognak, aki teletömött pénztárcával, teletömött gyomorral jár kell a világban. Ezzel szemben Jézus azt gondolja, azt deklarálja boldognak, aki az igazságot éhezi és szomjazza. Mi azt gondoljuk boldognak, aki üldöz. Jézus ezzel szemben az üldözötteket nyilvánítja boldognak. Mi azt gondoljuk, hogy szerencsésebb az aktív, az üldöző oldalon állni sem, mint a passzív, az üldözött oldalon. De a Jézusi koncepció az pont fordítottja annak, mint amit mi képviselünk. Ha ennyire különböző a mi és a Jézusi boldogság fogalmunk, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi a közös nevező ezekben a szerteágazó diffúz megfogalmazásokban. Mert valami közösnek lennie kell, valami hasonlónak lennie kell. Ha lehántjuk a boldogmondások megfogalmazásbéli különbözőségeit, akkor kiderül, hogy azért és attól boldog az ember, hogy Isten jelenlétében él. És aki Isten jelenében él, aki Isten jelenlétében van, az ettől a ténytől magától már boldognak mondhatja saját magát.
isteni jelenben létezni, isteni jelenben élni boldogság. Mellesleg az örök boldogság sem másból áll, mint abból, hogy szüntelen Isten jelenében élünk. Ha megnézzük a Szentírás legelejét, akkor a paradicsomkertben is azt látjuk, hogy az ember szüntelen Isten színelátásában élt. Az ember szüntelen Isten jelenében élt, és csak az ősbűn után rejtőzik el Ádám és Éva a kert fái közé, és szerkeszt magának füge gajakból, levelekből kötényt, ruhát, szoknyát, mert félt Isten színe elé állni. De az ősbűn elkövetéséig az ember és Isten kapcsolat áttetsző volt, direkt és közvetlen. És ezt hívtuk paradicsomi állapotnak, ahol is a paradicsomi állapot a boldogság szinonimája. Isten jelenében élni tehát a boldogság. És minden, ami kikapcsol bennünket Isten jelenéből, az a boldogtalanság. Ilyen értelemben minden bűn, ami lázadás Isten ellen, minden bűn, amelyik ezt a kegyelmi kapcsolat áradást Isten és ember közt elnehezíti, blokkolja, megszünteti, boldogtalanság. Minden bűn, boldogtalanság, és minden Isten jelenlétében való létmód, boldogság. A baj csak az, hogy ezt kevés keresztény tudja. Lehet, hogy tudják úgy elméletileg és fejben, csak kevesen élik azt. Nagyon sokszor fölteszem magamnak a kérdést. Miért ülnek ki a templomok, és miért van annyi lógóóró keresztény? Nagyon sok esetben az az érzésem, hogy a drága, kedves, jó keresztény híveknek fogalmuk nincs arról, hogy megváltott keresztények, hogy ők egy királynak, Isten királynak a gyermekei, mert a hétköznapi életmódjukban ez nem tükröződik. Ebből adódólag nem vonzó az életpélda, és nem vonzó a kereszténység. Ma az emberek a lábukkal szavaznak, ahogy a nóta mondja, oda megyünk lakni, ahogy tejet kapni, és ha nem lehet tejet kapni, és én tejet akarok inni, oda nem megyek lakni. Ma az emberek a lábukkal szavaznak, és született tekintély már nincs, csak kiérdemelt. Azért egy gyerek, egy unoka se fog a templomba jönni, mert te ráparancsolt, mint nagymama. Lehet, hogy ideig, óráig működik ez a bicikli, de hosszú távon nem. Vagy megérinti fiad, menyed, lányod, vejed, unokád szívét a kegyelem, és vagy maga találkozik az Isten jelenében lét boldog örömével, és akkor, bocsánat a kifejezését, de kirobbanthatatlan lesz a templomból, akkor mindent meg fog tenni Jézusért, akkor zászlóvivője lesz a keresztény akcióknak és a vallási cselekményeknek, vagy ha nincs ez a belső érzelmi érintettség, ha nincs ez a belső tartalmi meggyőződés, akkor az tulajdonképpen csak egy felszínes kereszténynek nevezhető, aki megtartogatja parancsokat ideig, óráig, azt, amihez éppen kedve van, és amihez nincs, azt nem. Ezekről azt mondta Jézus az útszélre hullott és a kövek közé hullott magok példázatát, ami hamar ki kell, ám elfutja őket a bojtorján a tövis, kiégeti őket a nap, mert nincs mély gyökerük, nincs mély elköteleződésük. Vagy van hiteles keresztény élettapasztalatod, olyan, amelyikre mindent ráteszel, és akkor vonzza a kereszténységet, vagy rossz cégére vagy a cégnek. Ha fásult fád, kiégett a kereszténységet, ha örömtelen az imád, ha úgy érzed, hogy Isten nem hallgatja meg az imád, ha úgy érzed, hogy nem kapsz lelki békét és komfortot, ha úgy érzed, hogy meddő az az ima, amit Istennek intézel, amit Istennek mondasz, ha úgy érzed, hogy valahol üres a prédikáció és üres számodra a templom, ha azt érzed, hogy a közösségnek nincs számodra megtartó ereje, akkor valahol a te készülékedben van a baj, mert akkor nem örvendező a kereszténységed. Ezek azok a források, ezek azok a pontok, amelyekben egész biztos lehet találkozni Istennel.
többször szoktam volt mondani, bár így ebben a relációban még nem. Számomra meghatározó élmény volt Romano Guardininek az egyik gondolata, amikor is azt mondja, hogy a mindeneket teremtő Isten mindenhol jelen van. De a mindenhol jelenlévő Istent én, mint ember, nem tudom mindenhol megtapasztalni. Nekem emberileg van szükségem arra, hogy a térből kihasítsak egy szeletet, elnevezzem kápolnának, bazilikának, dómnak, katedrálisnak, templomnak, oratóriumnak, vagy ahogy akarom, temetőnek, az is szent hely. És azt mondjam, bár Isten mindenütt, mindenhol jelen van, itt egészen biztos. És bár Isten mindenkor jelen van, de a mindenkor jelenlévő Istent én nem tudom megragadni. Nekem, mint embernek van szükségem arra, hogy az idő folyamából kiszakítsak egy szeletet, és elnevezzem liturgiának, szentmisének, rózsafűzérnek, zsolozsmának, zarándoklatnak, keresztútnak, jámborságnak, ájtatosságnak, vagy ahogy akarom, temetőlátogatásnak, és azt mondjam, bár Isten minden koron jelen van, most, amikor imádkozom, most, amikor szentmise áldozatot mutatok be, most, amikor Bibliát olvasok, egészen biztos. Nekem, mint embernek van szükségem a mindenkor és mindenhol jelenlévő Istent térben, itt és időben most megtapasztalnom. És ezért hozunk létre fallal körülvett egységeket, templomnak nevezzük azokat, ezért hozunk létre imaidőket, imaidőnek nevezzük azokat, hogy a mindenkor, mindenhol jelenlévő Istent most és itt egész biztos megtapasztaljuk. Azt mondja a Szentírás, hogy azok a boldogok, akik Isten jelenében élnek. Tudatosíts magadban, hogy Isten jelenében él. Ő itt van az oltári szentségben. Ott van a szeretet kapcsolataidban, ott van a szentírásodban, amit otthon őrzöl, remélhetőleg nem porosan a polcon, hanem az éjjeli szekrényedén és naponta forgatod. Isten jelenében élsz akkor, amikor imádkozol, amikor jótékonykodsz. Isten jelenében élsz, amikor jó indulattal vagy a fele barátod szerint, hiszen Jézus maga mondta, hogy amit egynek a legkisebbekkel tesztek, azt nekem teszitek. Isten jelenében élhet mindig, mindenhol, mindenkor, mert ő mindig, mindenhol, mindenkor jelen van. És ha ebből indulunk ki, akkor valóban boldog az életed. Tudatosítsd magadban, a mindig, mindenkor, mindenhol jelenlévő Isten jelenében élsz. Ez a boldogságod forrása. És ehhez még ajándékként, ráadásként kapsz egy csomó kegyelmet, hogy egy szébe-hóba tudatosodhat is benned, például most, hogy ezt elmondom neked. És egy szébe-hóba kapsz olyan csodálatos kegyelmet, hogy átéled a szentségimádás magasztosságát, vagy átéled, amit oly sokszor átéltünk ebben a templomban már, hogy úgy áll a levegő és döbbent a csend a prédikációkor, ez nem én vagyok. Én nem tudom ezt a csendet produkálni, és nem tudom ezt belőletek előhívni. Én magam is érzem ilyenkor, hogy valami egészen érdekes, egészen különleges isteni erő árad. A szavaimnak az Úr megadja a hitelesség kegyelmét. És ezt ti is pontosan tudjátok, és 13 éve itt élek veletek, mellettetek, köztetek. Ha nem így lenne, már rég kiürült volna a templom. Hogyha nem egy hiteles életet teszek a prédikációk mögé, azt azonnal megérzitek. Liszt Ferencnek tulajdonítják a mondást, ha egy nap nem gyakorlok, már észreveszem. Ha két nap nem ülök zongorához, már a kritikusaim is hallják. Ha három nap nem gyakorlom, már a közönség is észreveszi a bakit és a hibát. Egy igazi művész boldog örömét leli abban, hogy a hangszere társaságában élhet. Reggel elkezdi a próbát, és 6-8-10 órán keresztül gyakorolja azt a zenedarabot, mondja azt az operáriát, csiszolja, puhítja a légzésvételt, memorizálja a szöveget hozzá, tanulja a kottát.
napi 6-8 órát gyakorolnak a profi zenészek. Te, mint profi keresztény, mennyire veszed azt komolyan, hogy Isten jelenlétében élhetsz?